Otherwise, I can complain that. Szóval újraír. Akkor elmondtam ezt a beszédet. Igen. Akkor a dolog komolyabb részére fordítva a szót. Ez egy nagyon veszélyes küldetés lesz. Lehetséges, hogy egy páran a vala alába fogunk hücsörögni és inni a kürtből, amit Odin tölt ki nekünk. De tök mindegy, hogy mi lesz, mert mindenképp dicsőség lesz. Ha túléljük, vagy ha meghalunk is. Ez mindig benne van. Hiszen ezt tudjátok nagyon jól. Viszont a zsákmány úgy fogjuk elosztani, ha hányan vagyunk. Mindenki megkapja a maga részét. Tisztességesen, egyenlő részként fogjuk elosztani a zsákmányt, amit ott találunk. De a legfontosabb az a tudás, amiért lemegyünk. Amit ez a Rafali sámán mesélt nekem. És ezt mindannyiótok tudja hasznosítani a jövőbe. Természetesen, Bill. Szeretném megjelölni a taktikai feladatokat, szóval. Yusuf maga igazán kiválóan íjazik. Szeretném, hogyha ön a távolsági fegyverekkel foglalkozna, és úgy aprítaná az ellenfelet. Érthető, Yusuf? Persze, természetesen. Rendben. Floki, te és Edward mellettem fogtok harcolni, és a pajzsfalt fogjuk használni. Illetve Olaf, mivel úgy néz ki, hogy te vagy a legmasszívabb köztük, mármint felszerelésben, meg termedve is, arra gondoltam, hogyha esetleg nem akarod használni a pajzsfaladat, akkor te lennél a befejező ember. A Szóbiszó feljött egy kis kiló mostanában, de hát az én a... A pártezatodra gondoltam! Ne sértődj meg! Na, szóval... A lényeg az, hogy a taktika a következő. Amit belépünk a kazamatákba, vagyis mielőtt belépünk a kazamatákba, lesz egy kis ellenállás. Le kell felállunk az egész falut, tudjátok. Sajnos nem maradhat túlélő, csak egy. A Rafali Sámán elmesélte, hogy szükségük van egy áldozatra. Egy véráldozatra. Hogy megnyíljon a kap. Nem szóval... probléma. Megoldom, Béko. Ezt önre bízhatom, Mordekár? Természetesen. A kazamatákban nem tudom, miféle szörnyek lehettek, de mindenféleképpen... Amelyik szörny rámegy egyikünkre, az használja a pajzsfalat, és tartja stabilan, amíg a többiek óvatosan egymást nem megsértve.